89 középiskolás és főiskolás diák vehette át az ösztöndíjat igazoló emléklapot hétfőn délután a Hímerházban. Az önkormányzat még 2016-ban hozta létre az Alba Régia tanulmányi ösztöndíjat, annak érdekében, hogy minél több fiatal maradjon a városban. A fél évenként folyosított összegre azok a diákok és hallgatók pályázhatnak, akik kiváló tanulmányi eredményeket érnek el, illetve szakmai versenyeken kimagaslóan teljesítenek, vagy a hallgatói önkormányzatokban vállalnak aktív szerepet. Alapvetően két fontos célcsoportja volt és van ennek az ösztöndíjnak. Egyrészt nyilván a technikumba járó szakképző fiatalok, akik fontos hiányszakmákat tanulnak, másrészt pedig az itt tanuló egyetemisták, akik pedig nyilván az ipar számára egy fontos potenciális munkavállalók lehetnek. Most már ez a 11. alkalom, hiszen évente kétszer adunk ösztöndíjat. A mai napon 89 fiatal 7,1 millió forint értékű ösztöndíjat vehet át, ami nyilván azt gondoljuk, hogy a jó tanuló fiatalok számára egy plusz segítség ahhoz, hogy mind a tanulmányokban, mind pedig majd esetlegesen később a munkavállalásban segítséget tud majd jelenteni. A középiskolások 50 ezer forintot, az egyetemi hallgatók pedig 100 ezer forintot kapnak alkalmanként egy fél évre. Az alpolgármester hozzátette, a gazdasági válság ellenére a tervek szerint a 2023-as évre is kiírja majd az önkormányzat a pályázatot.